megígértük, hogy a Nem Futball Kácsó 16. adása különleges lesz, és az is lesz, mert hogy szerintem sokan felismeritek Séra Attilát, aki, hát mindig bajban vagyok, amikor be kell mutatni, mi az, amit elsőként elmondaná magadról, hogyha be kellene mutatkoznod bárkinek is. Futballszurka. Ez a legegyszerűbb elnevezés, és annak is érzem magam, hogy egyszerű futballszurkoló vagyok. Igen, de hát könyvszerző, meg egyébként most már nem tudom, van egyébként erről nyilvántartásod, meg statisztikát, hogy hány embert juttatták ki mondjuk csak Olaszországba? Nincs, erről nincs. De évente olyan 5-10 ezer között van, úgyhogy szerintem most már ilyen 100 000-es lehet a nagyságrend. Mi az, melyik az a csapat, amelyiknek a meccsére a legtöbb embert vittél? Mert nyilván itt akár ebből a színösszeállításból is adódhatna, hogy egyből rávágd a választ, de szerintem nem ennyire egyszerű. Nem ennyire egyszerű, és a te csapathoz. A Milán a helyes megfejtés, tehát a legnagyobb létszámot azt a Milán meccsére viszont. De ez azért van, mert Torinónál közelebb van Milánó, vagy azért, mert egyszerűen a jobb csapat? Hát egyik sem. Egyik sem. Egyik sem a helyes megfejtés. Szerintem én azzal magyarázom ezt, hogy a mi korosztályunk, amikor elindult az olasz foci, és beindult minden, akkor a Milán volt egyszerűen az a csapat, aki akkor. És ezen szocializálottunk. De várj, akkor ez így nem áll össze, akkor neked hogy jött az Inter? Nyilván ezt tudja mindenki, aki ismer, meg hallotta a sztorikat rólad, meg olvasta a könyvet, igen, de azért ezt tisztázzuk. Igen, jó sztori egyébként, tehát a legjobb barátom, aki Milán szurkoló, Milánóban éltek, akkor meg a konzulátuson dolgoztak a szülei, és csábított ki mindig, menjek. Mentem, meglepetésszerűen olyannyira, hogy otthon se volt. Igen, tehát éppen Rómában volt egy osztálykiránduláson, úgyhogy mindenkit megleptem, hogy megérkeztem. A legnagyobb meglepetés pedig az volt, hogy Inter Udinese meccs volt, és mondták a szülei, hát mindenki Milán szurkoló, ők ki nem mennek erre a meccsre, de rendesek voltak, lejöttek velem jegyet venni, teltház, nem volt jegy, úgyhogy a jegyűzőrekkel akkor megismerkedtem, vettek nekem egy jegyet, és szerelem első látása. Bocsánat, ez mikorra tehető időben? 98 április. 98 április. Ronaldo. Igen, értem. És ez is térem. Zamorano akkor már a 18-as mezben játszott, ugye? 1+8, igen. Jó, de hát az 18-as volt igazából, csak ő gondolta, hogy ez a 9-es. Igen. Hát igen, két ilyen 9-es, ha belegondolunk, ugye Inter megvette a Real Madridtól Zamoranót, Barcelonától Ronaldot. Egyébként ez az akkori Interbe beleszerető embereknek a nagy része, az szerintem túlságosan felülreprezentált módon Rekobát választott a kedvencének. Abban az időben neked ő hol van a sorban? Nekem azért érdekes, mert valahogy nekem Rekoba annyira nem. Így van. Pedig láttam Velence Interen a Velencébe játszani még. Tehát, milyen nagy király volt a Velenciában akkor. Igen, tehát abszolút... De nyilván imádtam Rekobát, de azért Ronaldo ott volt mellette. Tehát ez az a Ronaldo az... Benned van Ronaldo felé egy ilyen kis grunge, mert ugye ott az nem volt olyan nagyon, meg nem volt annyira sikeres se tulajdonképpen az, az időszak, és akkor utána jöttek egymás után ez a két sérülés, amitől szerintem minden futballszurkolónak megállt a szíve, a visszatérés utáni 20 perccel, és aztán utána felépült, és el is ment egyből az Interből. Hát igen, és a legfájóbb emlékem, hogy láttam Milán Interen gólt szerezni ugye az Internek, tehát az fájt, az a gól, ami végül a Inter nyert 2-1-re, még Ibra akkor még az Interből viszont. Úgyhogy az nem fájt, hogy még gólt is rugott egy derbin az Inter ellen, de hát nyilván sokkal többet ki lehetett volna belőle hozni az Internél, de hát ezek a sérülések, ezek. Igen, mert hát most itt az UEFA kupa azért csak ott volt, nem? A Ronaldóval, hogyha már sikertelennek mondjuk azt az időszakot, csak hát akkor egy kicsit természetesebb volt az, hogy olasz csapat európai kupát nyer, mint ahogy... Egy olasz ellen. Ja, egy olasz ellen, mint ahogy az mostanában. Bár mostanában azért jó sok döntőben olasz csapat van, de igen, tehát abszolút, amivel kezdte benne, hogy nem lett bajnok ez a csapat, tehát hiába voltak ekkora a játékosok, nem nyert az Inter bajnokságot. Mielőtt rátérünk még itt a könyvre, mert arról is fogunk majd mindjárt beszélgetni, az, ami a legjobban érdekel engem itt a te hozzáállásoddal, meg lelkesedéseddel, meg attitűdöddel kapcsolatban, hogy elolvasható a könyvben is, hogy hány helyen jártál Angliától, Szaúd-Arábián keresztül, fel sem tudnám sorolni, hogy hány helyszínt említesz, és miért az olasz foci?
ez ilyen azért, mert egyszer beleszerettél és hűséges típus vagy, vagy azért, mert még mindig az, ami a legjobban megfog téged? Hát szinte ez így mindegyütt, illetve én azért az is kidől a könyv, hogy Kispesten nőttem fel ultraként, és hát nyilván az ultrák Olaszország, tehát az egész szurkolói lét is, a szurkolói mozgalmak, tehát engem nem csak a futball, sőt azzal kezdtem, hogy én futballszurkoló vagyok, tehát engem a szurkolói része minden városba érdekel, hogy ott hogy alakultak ki ezek a csoportok, milyen csoportok vannak. Tehát én nem csak egy meccset nézek ilyenkor, hanem a szurkolók is egy fontos része. És hát hiába jártam bárhol a világ, olyan, mint Olaszország, most sehol nincs. Tehát ebben szerintem megegyezhetünk. Bármilyen Barcelona, vagy Real Madrid, vagy Liverpool szurkoló, és az a hangulat, ami Olaszországban. És abban van rangsor egyébként, hogy Olaszországban, mert azért van különbség a szurkolótáborok között, van. Akár még Milánóban is, igen. És abban szerintem egyébként az Inter jobb és erősebb, amennyire én tapasztaltam a helyszínén. Nem akarok ilyen elfogult lenni. Ha majd én leszek az. Én mondok egy harmadikat, Nápoly. Tehát én azt gondolom, hogy Nápoly ez mindent fölüli. De ott is az ultrák miatt, vagy ott az egész várost átitató szenvedély? Mert nyilván itt az ultracsoportok, azok hozzátesznek nagyon sokat egy-egy meccshez, a koreókkal, meg azzal, hogy mennyire szervezetten szurkolnak, de szerintem amire te gondolsz itt Nápolyban, az inkább az egész csapatot, meg a várost átható szenvedély, ami abból is fakad, hogy a legnagyobb olyan város Európában, amelyiknek egy csapata van. Hát igen, de azért az ultrák Nápolyban sem kell félteni őket, ugye nyilván. Rengetegen utaznak mindenfele. Szeretik őket mindenhol. Imádják mindenhol. De a Real Madrid Nápoly meghatározó élményem, hogy Madridban szerintem, nem tudom, 15-20 ezer Nápoly, tehát valami félelmetes létszám. Kocsika? Minden lehet. Szerintem, ami létezik eszköz, minden ott volt. És mind a városban, mind Bernabeu, kijön a Madrid és fütyüli 20 ezer olasz. Tehát ezek ilyen... És ordítják a Champions-t, amikor nem megy. Hatalmas. A Nápoly az nagyon, tehát én bírom őket. Tehát annak ellenére, hogy egyébként a San Siróban mindig elég csúnyán viselkednek. Tehát, jó, de ez egyébként, amikor jártunk ki még a Digisporttal helyszínre, akkor nekem mindenhol ez volt, ezért is mondtam ezt, mindenhol ez volt a tapasztalatom, hogy akár Bolognában, akár Udinében, akár Milánóban voltunk, ott azért mindig ez a hú, jövő héten jön a Napoli, Jézusom, mi lesz itt? Tehát azért mindenhol tartottak egy kicsit attól, hogyha ők érkeztek vendégségbe. Nyilván, hatalmas létszámban mennek mindenhol, és igen, tehát nem a... Attila, van esetleg olyan stadion, amiről az ember nem is gondolná, hogy ez egy ilyen forró légkör, vagy valami miatt egy különleges helyszín, de te jártál ott, és neked valamiért különleges? Olaszország? Aha. Azt mondom, Vicenza. Vicenza. Meglepő? Meg, hát nem biztos, hogy az első 10 között gondoltam volna Vicenzára. Hát most nem mondhatom azt, hogy Róma, mert Vicenza az tényleg olyan, és most ugye nagyon rossz szerepelnek, és mégis mindig ott vannak. Mindenkinek ajánlom, tehát aki megy Észak-Olaszországba nagy csapat miatt meccsre, én mindig javaslom, hogy máshol megállni. Vicenza egy tökéletes... Most azt sem tudom, hol van a Vicenza. Milyen? Célben szerepel. Igen. Főleg, hogyha egy Verona elleni mérkőzés, mert ugye nekik az a fő derbi, bár szerintem nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy ők egy osztályba szerepeltek, tehát ez azért nem tegnap. Melyik az a stadion, amelyiket nem szereted a szériában? Amelyiknek vagy nincs jó hangulata, vagy valami vibe problémád van, vagy a csapatot nem kedveled különösebben? Jó, ezt hagyjuk ki, mert akkor tudjuk, melyiket fogod mondani. Hát egyébként most már a Juventus arénát egyébként szeretem. A Dell Alpi az szerintem egy katasztrofális stadion volt. Tehát ez tényleg, ha lent voltál, akkor semmit nem láttál, tehát szörnyű volt. Most szerintem az új stadionnak tök jó a hangulata, nagyon közel van, nagyon pici. Tehát tényleg, úgyhogy olyan, hogy szeretek menni, úgyhogy ezt nem mondhatom, hogy nem. Hát nem tudom, hogy tudok ilyen stadiont mondani egyébként. Talán ahol nincsenek olyan ultra, tehát mondjuk Reggio Emilia és Sassuolo. Tehát, hogy nincs Sassuolo szurkoló. Tehát, hogy pedig az egyébként egy szép stadion, meg egy láthatóan szépen felújított, csak nyilván ez, amit mondasz, ez a hangulat az, ami, igen. Meg az Kongó üresség az, ami fáj. Így van, Kongó üresség, nincsenek ultrák, igazából nincsen
olyan múltja, hagyomány. Akkor nem várjuk vissza a Sassuolót az első osztályban? Én nem, hát Inter-esként pláne. Tavaly láttam mind a két vereséget. Tényleg, igen. Nem ez is. Bár mondjuk én nem emlékszem olyan Sassuolóra, amelyiket mely hét vagy mennyire. Igen, azt is láttam. Igen, volt olyan is, de azért tavaly örültem, hogy kiestek. Hát egyrészt, másrészt meg ugye a nagy Inter Milan versenyfutásban, az utolsó fordulóban, az, amit a Sassuolo Milan elleni meccsen művelt, az vérlázító volt, és közben pont ez járt a fejem, hogy egy Inter szurkolónak milyen lehet nézni ezt, hogy épp hogy nem a piros szőnyeget gurítják a Milan játékosok. Nem emlékszem. Nem így emlékszem, de nem tudom, miről beszélni. Most az a 22 májusában történtek rá? Igen, hát nekünk rossz emlék, pláne úgy, hogy ugye Inter akkor nyilván Milánóban otthon játszik, és kijövünk a stadionból, és a milánosok meg kiözölnek az utcára ünnepelni. Jó, de ott abban az évben azért a Radu féle megmozd, azt láttad helyszínen? Nem, azon nem voltam azon a meccsen, de én nem ott látom, hogy elment a dolog, hanem a előtte lévő derbin. Tehát ott amikor a Zsiru megfordította. Igen. Tehát azt a derbit, az Inter nem bukja el, akkor mindegy, mit csinál Radu. Na, de akkor beszéljünk a könyvről, amit az első számú apropója volt annak, hogy összegyűltünk, de hát a futball csodáját, ez a címe annak, ami igazából a te élettörténetedet dolgozza föl, onnan kezdve, amit itt az előbb már mondtál, hogy Honvéd Ultra lettél, és ugyan tehetséges játékosként, de végül úgy döntöttél, hogy téged maga ez az élmény, ez sokkal jobban vonz, mint az, hogy sztár focista legyél. És akkor ez a lelkesedés, ez azóta megmaradt? Meg azóta ugyanúgy a részed? Hát, látjátok, olyannyira, hogy sokszor még már a feleségem is elcsodálkozik, hogy még mindig ennyi év után is így tudok lelkesedni. Vagy a utasok most, hogy zavartam őket, hogy nézzék meg, mikor jön az Inter buszom, az mekkora élmény. Csak kérdezi, Attila, te hányadjára látod ezt? Nem tudom megszámolni, és olyan lelkesen ott állok és viszem, mint először látnám. Azt gondolom, hogy ameddig van ez a lelkesedésem, ezt addig fogom tudni csinálni. Hiszen annyi utazással, annyi lemondással, annyi mindennel jár, hogy ha ez nem lenne bennem, akkor nem tudnék ennyit. Kinek az ötlete volt egyébként magának a könyvnek a létrejötte, mert ugye itt szó van arról is a könyvben, hogy ezek a sztorik, ezek csak gyűltek, az utak száma az egyre emelkedett, volt ez a 100-as év, amikor egy éven belül, vagy egy szezonon belül 100 meccsen voltál ott, de mindig tologattad magad előtt az alkalmat, hogy erről kicsit hosszabban is beszámoljál, vagy beszámoljon. Igen, igazából én azt gondolom, hogy az utasok ötlete volt, mindig jött belőlük, hogy de jó ez a sztori, de jó, és milyen jó lenne többet olvasni, vagy többet tudni. És tologattuk, de tényleg a 25. évforduló az azt gondolom, hogy bármit csinál az ember 25 évig, pláne a mai világban az olyan nagyon különleges. Erre találtuk ki az Attila százat. 106 meccs lett a vége, tehát azt is nagy lelkesedéssel sikerült abszolválni. Mennyi egy szezon, az mondjuk 9-10 hónap. Igen, körülbelül. Ha veszik a nyarat. Igen, tehát hogy akkor az kevesebb, mint 3 naponta jön ki egy, ugye? Igen. Jól látod. Majdnem 100 repülés van mellette abban a 100 meccsben, tehát ez nagyon sok. Tehát fizikailag is megterhelő, tehát nem mint egy maraton futás, de ezért fizikailag is toppon kell lenni. És közben ne felejtsük el, hogy ugye nem csak szórakozok és megyek ezekre a meccsekre, hanem tavaly is mondjuk egy 5000 ember közben elutazott velem, amit én szervezek meg közben. Ami felelősség, mert nyilvánvalóan felelősség, meg rengeteg háttérmunka. És ezt ezek között, az utak között valahol meg kellett csinálnom, úgyhogy én mindig a laptopon nálam, és ahol van egy szabad órám, akkor csattam fel a laptop, és dolgozom. Úgyhogy tényleg az utasok akarata volt inkább, én azt gondolom, az adta a végső motivációt, illetve, hogy mellém sodorta az élet Nagy Pál Tomit, aki ugye a Nemzeti Sport videós újságírója, és nagyon sokszor a Nemzeti Sport, amikor elkísért minket utakra, akkor a Tomi ott velünk, összebarátkoztunk, és így amikor elmondtam neki ezt a gondolatomat, sőt, én kértem tőle inkább tippeket, hogy ki lenne ő, aki megírja a könyvet, akkor a Tomi már hátulról közelített, hogy hát ő. Hát ő. és akkor ez így megoldott. Ami szerintem az egyik legizgibb dolog ebben az egészben, most anélkül, hogy itt nagyon nagyot spoilereznék a könyvből, de
itt ebben szerintem elég szépen végigvezetitek, vezeted ezt, hogy ez egy nagyon nehéz kenyér, mert a futballszurkolókat a társadalom nem mindig a legnagyobb rokonszemvel fogadja, és akkor ennél nem tudok már szofisztikáltabban fogalmazni. Ez gyönyörű volt. Köszönöm szépen. És azért ahonnan indult ez az egész, hogy te itt a kispesti ultráknak buszt szervezel, amitől a busztársaságok is elzárkóznak, az nem egy kényelmes, meg egy kellemes dolog, tehát, hogy ott egy csomó konfliktust kell felvállalni, csak a lelkesedés volt az, ami ezen továbbít, vagy valami küldetés tudat, vagy mi segített abban, hogy annak ellenére, most itt ne tévedjünk, itt az összehány buszoktól kezdve egy csomó olyan dolog van, ami olyan, hogyha befejezed, akkor azt mondod, hogy na, ez többet nem. A lelkesedés nagyon kellett meg, hogy közülük jöttem, ott nőttem föl velük. Én azt gondolom, hogy az egész 25 évnek ez a nagy titka. Ott nőttem fel a lelátón, ott voltam velük. Ugyanúgy engem is elutasított a busztársaság, hogy nem ad buszt. És akkor ez egy nagyon nagy motivációt adott. Én igenis meg akartam mutatni, hogy lehet erre építeni, igenis lehet a szurkolókat vinni. Igen, többet kell takarítani, mint egy gyerekcsoport után. De igen, ez nekem egy nagyon-nagyon nagy küzdelem volt, és igen, ezt a könyvvel erre odafigyeltünk, hogy tényleg, hogy néznek rám, mikor megtudták, hogy én egy futballal foglalkozok, és igen, és én mindig meg akartam mutatni, de ennek ellenére ez igenis egy nagyon jó dolog, és az is egy küldetés, hogy gyertek ki Olaszországban a meccsre, nézd meg, mennyi nő van, mennyi gyerek van, ami itthon hiányzik, itthon nem tudom, azt mondom, hogy ez egy igazi családi program. Talán a válogatott meccsen elindult valami, de a bajnokikon nem látjuk ezt sajnos. Mi kimegyünk Olaszországba, és tényleg a 1 évestől a 99 évesig. De ennek nyilván van egy hullámzása, mert biztos, hogy vannak olyan túrák, amik zökkenőmentesek, sőt, gondolom a többsége ilyen, de azért amikor valami beüt, mint amik vannak sztorik a könyvben is az eltűnt szurkolókról, meg a nem tudom, a meccset egyébként megtekinteni nem képes drukkerekről, akkor azért biztos van benned egy olyan érzés, hogy na jó, akkor itt legyen vége most. Hát sokszor eszemült, hogy kell ez nekem, amikor a detoxikálóba várom a Milán szurkoló barátunkat, hogy legalább olyan állapotba hozzák, hogy... Hogy el tudjátok vinni őt valahogy. Igen, saját felelősségre, de hát járni nem tudnám, hogy írni. Úgyhogy azért mi aláírjuk helyett, hogy saját felelősségéről haza akart menni. Akkor persze, eszembe jut, hogy... Ez egyébként a legnehezebb része a sztorinak? Ez ennek külön fejezetet szenteltünk az alkohol, és ezen... problémáknak. Tényleg egy külön fejezet, mert minden történet úgy kezdődik, hogy mennyit ivott a emberünk, és ez nagyon el tud. Meg írtad azt, hogy benne van a könyvben az is, itt Tomi leírta azt, hogy te most már hosszú évek, a 2 éve teljesen abszinens vagy? Igen, tehát én is biztos, hogy voltam olyan futballmeccsen, erre emlékezhetnek utasok is, amikor egy csörrel többet ittam, kár lenne titkolni, pláne még kispesti ultraként, előfordult ilyen, ezt nem is titkolom, és 2 évvel ezelőtt novemberben a feleségem ugye orvos, és mondta, hogy egy száraz november az nagyon-nagyon jót fog tenni. És akkor hallgattam rá, december 1-én már vittem is egy üveg bort a vacsorához, könnyű tészta, egy kis borra, és mondta, hogy hát úgy gondolta, hogy ez következő novemberig. És ez most azóta működik, most már több mint 2 éve, ugye most már november közepén vagyunk, egyáltalán nem hiányzik, Peroni Zero, remélem nem volt nekem. Nagy, a legjobb alkoholmentes sört szerintem. Ha embereknek azt adnánk úgy, hogy nem tudja, hogy alkoholmentes, imádnak. Neked volt egyébként olyan, amit akár szervezőként, akár most itt inkább a külföldi túrákra kérdezek, amiből azért nem maradt meg mindenképp kocka? Persze, azért mondtam, hogy volt. Egy Barca Inter, az nagyon csúnya volt, igen. Tehát ez volt. Tehát. Melyik Barca Inter volt? Nem a BL elődöntős, arra szerencsére emlékszem minden pillanatára, életem leghosszabb meccse szerintem. Azon ott voltál Barcelonában is? Persze, mindenhol. Tehát az évem a 100% intern, mindenhol. Az volt az. Az jó évet választottál, azért ezt kimondhatjuk. De ugye nekem sok minden eszembe jut arról a párharcról, de valamiért az a kép van meg leginkább. Úgyhogy se az Intert, se Mourinhót nem kedvelem különösebben.
Amikor nem, nem a persze nyilván az is, amikor lefújták a meccset, és Mourinho ilyen óriási sprinter rohan, és a köcsögök ráindítják a locsolót, meg Viktor Vád az emberkedik ott vele, hogy ne ünnepeljen a gyepszőny. Hát jó, a tévéképen jól látszott, hogy ment oda aztán. Igen, a locsoló abban a pillanatban. A locsoló, igen. Ez igen, több, mint egy klub. Igen, hát az olyan nagy élmény, de azt tényleg azt hittem, hogy soha nem lesz vége annak a meccsnek, az ilyen örökké valóságnak tűnt. Szerintem az volt a BL döntött, tehát aztán München nem gondoltam, hogy... Hogy bármi problémát jelentett. Bármi problémát okozott. De okozott, okozott azért okozott, az a Bayern. De azért, ha belegondoltuk, az a Barcelona, ugye előtte nem nyert senki egymás után BL-t, hát 2009-ben is ő nyert. Volt olyan csapat, csak az nem BL volt még, hanem BEC. Hát igen, de hogy a BL történetem úgy ott nem volt a Real Madrid előtt jó ideig, az a Barca az lehetett volna. Hát 9-ben is megnyert, a 11-ben. És 11-ben így van, mind a kétszer a Manchester United-et a döntőben legyőzve. Az a Barca triplázhatott volna simán. Mourinho közbeszól. Egyébként annak az időszaknak, meg annak a meccsnek, annak a barcelonai meccsnek mennyire volt szerepe abban, hogy aztán te utána végül Barcelonában kötöttél ki? Nem volt szerepe. Inkább annak volt szerepe, hogy ez a Milánóban egyszer csak megjött a rengeteg migráns. És mi ott éltünk két kisgyerekkel, feleségemmel, és mikor már boltig nem tudott Anna úgy elmenni, hogy ketten ne szólítsák le, mikor a játszótéren már nem voltak olasz gyerekek, akkor meghoztuk azt a fájdalmas döntést, hogy itt nem jó nekünk. Tehát életvitelszerűen. És ebben az a durva, hogy ez már 10 éve volt, vagy több mint 10 éve, és ez már akkor Milánóra nagyon igaz volt. És akkor gondolkoztunk, hogy hova, és imádtunk, Barcelonában nyaraltunk nagyon sokat. Meg hát nyilván oda is utaztattam nagyon régóta, és akkor ez így adta magát, hogy oda költözünk. Mi ott találkoztunk először Barcelonában. Igen, akkor te közvetítettél a Barca-Milánt. Így van. Barca-Milánt, és ugye a Fekete Zoli barátom. Így van. Közös barátunk Digisportról még régen. Így van. Igen, tehát... Igen, hát ott még Balotellivel fölálló Milán, egyébként Kaká szerezte a Milán gólját azon a meccsen. Miközben azt hiszem, hogy a legelső percben. Nem az volt, amikor tolt egyet rajta, és besételt vele a kapuig? Nagyon az elején, de hát aztán utána nem lett olyan nagyon szép vége. Igen, a Milán nem szempontjából. És akkor itt jön a következő, szerintem nagyon érdekes kérdés, amit egyébként nem kell, hogy teljesen kifejts, hiszen ez megtörténik szintén a kiadványban, hogy Milánó, Barcelona utána akkor hogyan és miért döntöttetek úgy, hogy mégiscsak Magyarországon van a ti helyetek? Kettő dolog, tehát ugye amikor elköltöztünk külföldre, akkor azt mondtuk, hogy kalandra vágyunk, és külföldön fogunk élni. Amikor az jöttünk, akkor Magyarországon volt kaland élni. Nem külföldön. Ez egy nagyon jó válasz, igen. Tehát így folytatódik a kaland, hogy itthon volt egy kihívás. Viccet félretéve a feleségem, ugye, amint mondtam, orvos, és a gyerekek születésével a rezidens képzése lett megszakítva. És mikor már elmentünk, akkor tudtuk, hogy ez egy kaland lesz az életünkben tényleg, és előbb-utóbb haza kell térnünk. Tehát azt tudtuk, amikor elmentünk. Hát azt nem tudtuk, hogy végül Fülöpszálláson egy tanyán kötünk ki. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Hát első nap, képzeljétek, hogy állatorvos, Fülöpszállási állatorvos, kidült, hogy 60-as Barcelona szurkoló, kijött hozzánk, hogy látni akarta azt az embert, ki Barcelonából Fülöpszállásra költözik. Azt mondta, hogy ilyen nincs a bolygón. Exotikum igen, a maga nevében. Szobrod van már? Úgyhogy jött, és hogy látni akarta ezt, hogy ez tényleg igaz, vagy a faluban egy újabb plecska indult el. Úgyhogy igen, én voltam ez az ember, hogy a spanyol tengerpartról a magyar pusztaság közepére, de nagyon jó volt, élveztük. És egyébként itt a szervezés szempontjából van különbség egyébként abban, hogy ezt Milánóból, Barcelonából, Fülöpszállásról vagy a Balaton partjáról szervezed? Igazából egy laptop kell és internet a szervezés részéhez. Abban van nagyon különbség, hogy nyilván mikor Milánóba jöttem, vagy Barcelona, akkor kevesebbet kellett utaznom. Tehát helyben voltam, és mondjuk egy-két csapat már ki volt pipálva az ügyben, hogy a Milán internetcsökre nem kellett utaznom, mondjuk, mikor ott laktam, vagy a Barca meccsekre. Most Fülöpszállásról mindenhova kellett utaznom, mert nem voltam Fülöpszállás meccsen, megmondom őszinte. Úgyhogy... Hát úgyhogy Vicenzában jártál, meg nem tudom. Vicenzában sokat. Minden olasz stadionban, de Fülöpszállásra nem menték. Nem voltam még minden olasz stadionban, és szerintem pont múltkor mondtam is neked, hogy feleségem nagy örömére egy újabb hát még fogadalomnak nem mondom, de egy újabb dolog van a fejemben,
hogy néztem ilyen statisztikákat, hogy nagyjából 120 olyan olasz stadion van, ahol 5000 néző fölött férben néző. Azt már azért hívjuk stadionnak, alatta inkább futballpálya vagy sporttelep, nem tudom, mi a jó kifejezés, és hogy szeretnék mind a 120 stadionba. Mennyi hiányzik? Még sok, úgyhogy mondom Annának is, nagyon sok hiányzik. Nem tudom, szerintem a fele azért megvan, azt gondolom nagyjából, de sok hiányzik. Van ilyen álom célpont esetleg, amit így, hogy bassza meg, na oda még mindenképp jól lenne. Mert most már, hogy ugye mindenhova el akarsz jutni, így most már nem, de egyébként van-e ilyen? Olaszországban nincs, tehát ahol akartam, ott voltam. Tehát inkább olyanok hiányoznak, hogy a Széria D-be van. De olyan olasz álom, ami nagyon vágytam, az meg volt szerencsére minden. Dél-Amerika. Tehát egyébként egyszer egy brazil-argentin körutat nagyon szeretnék. Dél-Amerikában nem is voltál nem, meg egyébként? Nem, egyáltalán nem. Amerikában, az államokban voltam, meg remélem, hogy 2026-os VB-n a magyar válogatottal eljutok. Ha nem, akkor viszont megvalósul a mind a kettőt anyagilag nem biztos, hogy azért ezek nem egy olasz kiugrok Udinébe egy meccsre, de azért remélem, hogy a futball VB inkább, tehát a választható. Pont akkor, amikor Barcelonában találkoztunk, akkor jöttetek haza, azt hiszem, Amerikából, mert volt egy ilyen utatok, és mondtad, hogy még visszavágysz a kontinensre. MLS meccsen voltál? Igen, voltam. Tehát az megvan, voltam. Vágyom vissza, igen. De azt akkor még nem gondoltam, hogy egy jó futball VB-re és a magyar válogatotta, de erre most nagyon vágyom, úgyhogy rossz. Erre gondoltam, hogy esetleg oda kimenni. Meg arról mesélj azért, hogy milyen volt a fogadtatása a könyvnek, és hogy mik az eddigi visszacsatolások, mert ez azért most már egy több mint egy hónapja kapható. Igen, és szerencsére nagyon jó volt a fogadtatása. A feleségem azt mondta, hogy szerinte ezt csak én fogom elolvasni. Én már megjelenés előtt megtettem. Mennyire bízik benned? Nem, hogy szerintem ez nem érdekli az embereket, nem tudom, és tök jó, hogy érdekli, és ott már voltak olyan élményeim, hogy most is repülőn látom, hogy olvassák a könyv, és nem tudom, hogy kicsoda, mert nyilván, mikor én adok valakinek, és az ott olvassa, az egy dolog, de és akkor oda jön a reptéren, és hogy de jó, találkozunk, akkor írjam már alá a könyvet. És akkor egyből küldtem a feleségemnek. Van, aki megvette, alá is irattatta velem. Fényképet is csináltunk, tehát nyilván ezek ilyen jó visszacsatolások, de nem viccet félretéve tök jó. A szakmában is úgy érzem, hogy nagyon jól fogadták. A Tomi felé is nagyon pozitív visszajelzések, mert ez a Nagy Pál Tomi munkáját dicséri ez az egész. Nagyon jó keretbe tett, és tök jó a könyvnek az egész vonalvezetése, tehát én erre nem lettem volna képes. Úgyhogy köszönöm minden is Tominak, tehát tényleg nagyon jó. Úgyhogy igen, jó, tök jó. Ja, mondjad. Majd tartom. Ja, nekem még van egy fontos kérdésem, kifejtős. Nem, nekem még annyi, amit itt beszéltünk korábban, hogy miután itt azért, ez egy nagyon unikális sztori, tehát, hogy persze sokan vannak olyanok, akik szereztek élményeket külföldi meccsnézéssel, de tényleg az, amire az egész fel lett fűzve, hogy te honnan indulva, milyen lépcsőkön keresztül, meddig jutottál el, szerintem azt teszi igazán izgalmassá ezt az egészet, és mondtad, hogy ezzel kapcsolatban még külföldi érdeklődés is van. Igen, abszolút. Tehát ez egy picit nekem szívfájdalom, mondjuk, hogy unikális a sztori, de közben egyébként nem nagyon foglalkozunk vele. Ugye szokták mondani, hogy a hazádban nem lehetsz proféta. Friss sztori ugye talán a Nápoly-Atalanta, és egyedül elment a skót barátunk, mindenhol lesz folyt. Az, hogy én mondjuk egyedül elmentem a Dinamo Kiev Inter és a Moszkva Inter abban a bizonyos szezonban, egyedüliként voltam ott mind a két meccsen, nem magyarként, hanem interszurkolóként, ugye a madárinfluenza, nem is tudták, hogy lesz a meccs, stb. Ezzel nem foglalkozik senki. Tehát rengeteg olyan sztori van a történetemben, ami szerintem sokkal nagyobb visszhangot is kaphatna, és mégsem, itthon valamiért nem, a skót barátunkkal azzal tele van minden. És Olaszországban meg sokkal jobban elismerik, amit csinálok. Mert egy olasz lusta, ugye ismerik az olaszokat. Ha már esik a eső, nem biztos, hogy a lakótelepről átmegy a stadionig, hanem belövi otthon a tévét és felteszi a lábát. Tehát én minden egyes meccsért valamilyen közlekedési eszközzel utazok 2000 kilométert. Na most ezt ők nagyon elismerik. És éppen ezért, igen, van egy nagyon-nagyon jó félig magyar, félig olasz barátom, és ő neki az olasz az anyanyelve,
és szerintem ő el fogja készíteni igen ennek az olasz fordítását, és akkor mindenképp szeretnénk megjelentetni olaszul is, mert ott fogják igazán értékelni. Tehát ez a történet hiába unikális itthon is, de valamiért... Minden olasz leptére látom a Pál utcai fiúknak az olasz kiadását, mostantól majd ezt fogom keresni, hogy akkor... Így legyen, így legyen. Az Ildác könyvet, azt, hogy mi lesz az olasz címe, azt tudjátok már? Nem. Itt még nem tartunk, de ez a jövő évnek egy fontos projektje, úgyhogy nagyon remélem, hogy jövőre azért ülök majd itt, hogy olaszul is megjelent a könyv. Ha megtörténik, akkor egyébként is bármikor szívesen látunk, de akkor biztos, hogy beszélgetünk majd erről. Kérdeztetek még egyet, főnök? De talán az első. Mert hogy így, tehát mindenkinek vannak ilyen nagy kedvencei, de azért itt egy akkora merítésről beszélünk, amiből már egyrészt sokkal nehezebb kiválasztani, másrészt már ott valami nagy dolognak kellett történnie. Ha azt kérdezem tőled, hogy 3 kedvenc meccsélményedet el tudod-e mondani, vagy így a fejedben megvan-e, vagy most egy 20 perc szünetet kell tartani? Nem. Hát nyilván ez a Mourinho-s... A Mourinho-s szezon az nyilván egy nagyon különleges szezon volt, és ott ez a Dinamo Kiev Inter, az azt gondolom, hogy az egy külön könyvet érdemelne, hiszen úgy indulok el a meccsről, hogy nem tudom, hogy lesz a meccs, ugye vonattal, tehát indulok neki ennek a kalannak. Madár influenza közepén már akkor maszkba, tehát ugye milyen furcsa, hogy utána sajnos ez a maszk, ez egy évtizeddel később. Igen, egy évtizeddel később életünk részévé vált. Ott akkor ez sajnos egy valóság volt, és egy nappal később derült ki, hogy végül az Inter is elutazhat. Ezért nem voltak rajtam kívül csak ukrán Inter szurkolók a stadionban. Tehát az egy nagyon emlékezetes, meg hát maga a meccs is, hogy a Shevchenko meglövi a gólját, mindig gólt lő a Inter ellen. Rengeteg Shevchenko gólt láttam a Inter kapujába. És nagy nehezen fordít az Inter a végén, Snyder igen, utolsó pillanatokban. Akkor a Sky közvetítésben benne voltam, az Internek a honlapja velem indult, hogy tehát tényleg az egy nagyon-nagyon különleges. Tehát ez mindenképp top 3-as élmény, meg hát nyilván utána egy BL döntő, amit kívánok mindenkinek, akinek van kedvenc csapata. Madrid, igen, ugye most. Hát, ugye klasszikus, amikor ugye Robben meg Snyder a kezdőkörben beszélgetnek egymással. A két Madridból eltanácsolt futballista. Igen, tehát ez egy nagyon... Tehát ez a Madrid BL döntő az ilyen igazi sírós, tehát ez olyan... Akkor csak egy harmadikat kell találni. Harmadikat? De az ne egyen Inter? De miért ne? Miért ne lehetne Inter? Hát nyilván azt akkor duplán mondom, a harmadik, az pedig az első BL döntőm, 2005 Isztambul, Milán Liverpool. Nem, mi lett annak a vége, TB? Nem emlékszem. Nem emlékszem én sem már. 3-0-nál kikapcsoltak a tévét. Igen, már megvan. Annyi síró olasz döntőleg életemben, nem? És ugye... Magyarok is írtak egy páron, állítólag. Volt olyan is, aki kacagott. Hát nekem volt egy pólóm utána, olasz kupa döntő, Inter-Róma, Gaiani ugye a szövetség elnöke, és ő adta át a Internek végül a kupát, és mindenki olyan póló volt, hogy életem legcsodálatosabb 7 perce. És egész stadion nyomták, hogy Liverpool, és sajnáltam Gáljánit egy kicsit, ez nem lehetett nagy élmény neki. És ugye ez az Isztambul azért szép keret, mert ugye most pedig a Inter Manchester City BL döntő is. Ugye Isztambulban, ugyanabban a stadionban semmi se változott, tehát szerintem ki se takarítottak azóta a törökök. Számomra ez egy nagy kérdés, hogy lehet ott rendezni egyébként a BL döntőt, ami nem tudom, 40 kilométerre van a belvárostól, 8 metróval mentünk oda, tehát majdnem a csapatok is elkéstek, ugye a szurkolók is, tehát teljesen agyrém számomra. Egy San Siro meg nem alkalmas a következő BL döntőre, ugye ez tök izgalmas kérdés, hogy... Szóval igen, tehát a harmadiknak ezt az isztambuli dupla BL döntőt most már így, és hát mind a kettő ugye olasz szempontból sajnos, és mind a kettő angol ellenféllel szenvedt, tehát igen, tehát ez egy ilyen szép keret neki.
Ja, mondjad. Csak még ezt akartam kérdezni, hogy ugye nyilván sokan irigylünk a rengeteg meccsélmény miatt is, de azért is, mert az olaszokat meg Olaszországot is imádjuk. Van-e valami olyan úti cél, amire azt mondod, hogy nem gondoltad volna előtte, de nagyon jó pofa város, környék, emberek, gasztronómia, bármi más miatt? Hát én most mindenkit Dél-Olaszországba küldök. Tehát Észak-Olaszországban ott a sok nagy klub, ismerjük, bár most mondjuk Vicenza is pont Észak-Olaszország, amit mondtam, de én most azért mindenkinek azt javaslom, hogyha még igazi, autentikus olasz élményre vágyunk, olyan stadionokra, olyan szulkol, ami még tényleg szívből jön, akkor szerintem délre kell menni. De mennyire délre? Puliába vagy Szicíliába? Pulia az egyik kedvencem most, tehát látom magamat egy 10 év múlva, hogy ott lakok valahol Puliába a tengerparton. Lecse nem egy olyan csúnya város például. Nem, hát bár is sem, meg ott majd sok mindent, tehát ott azt nagyon, meg hát Szicília is persze, tehát ott még olyan élmények, meg olyan szurkolók, hát nézzétek meg Catania elképesztő, tehát vagy most a Bari 5000-en mentek ugye Salernóba. De Laurentiis csapat. Tehát ez nekünk ilyen elképesztő számok, hogy 5000-en idegenben egy... Tehát minél délebbre mész, én azt gondolom, annál mind az emberek is teljesen mások. Hát nyilván akkor a gasztróra ne is beszéljünk. Tehát én mindenkit délre, és tényleg nagyon szeretném, hogy 10 év múlva ott látom magam. Még arról azért mindenképpen beszéljünk, hogy itt mondtad ezt a 2010-es bajnokok liga győzelmet és triplázást, mint mondjuk egy ilyen kvázi kiinduló pont, mint a legjobb Inter, meg a Mourinho féle csapat. Ez a mostani, ez nálad hol van ahhoz képest? Hát közelít hozzá mindenképp, tehát azért azt gondolom, hogy ez a mostani egy nagyon, nagyon jó csapat. Szerintem a BL-be is 8-ba ott kellene lenni. Sőt, a nehéz meccseken túl van az Inter, úgyhogy most már majdnem elvárás, hogy ne kelljen majd selejtezőt, hogy nem tudom. City velük, Szárzenát legyőzte. Igen, tehát a két nehéz meccs az túl van, úgyhogy szerintem azért, meg hát nyilván az a BL döntő, sokan mondják, hogy hát milyen ágon, meg könnyű csapatok, de hát ott azért, meg minden bajnok szembe jött, német bajnok, spanyol bajnok, angol bajnok, portugál bajnok, olasz bajnok, ugye. Igen, kit kellett volna még megverni, hát még a City-t meg kellett volna, igen. De azt gondolom, hogy ez az Inter, ez Mourinho-i magasságokban. Az idei szezonban volt olyan meccs, amiről lemaradtál? Az Inter? Volt, mert idén az a fogadalma, mindig van valami, ami kicsit motivál, hogy minden Serie A fordulóban ott leszek egy meccsen. Tehát ez az idei fogadalom, nem pont most úgy jött össze, hogy Inter Velence vasárnap volt, viszont hétfő reggel már mentünk Madridba, a Real Madrid Milánra, úgyhogy vasárnap este lehetetlen volt, hogy ott legyek, úgyhogy Udinese Juventust választottam helyette, tehát valami kellett, és a szombati meccs volt, úgyhogy nagyon figyelnem kell, hogy időbe is, hogy minden stimmeljen. Még az játszott volna, hogy vasárnap a Milánóba menni, onnan Madridba, de onnan meg visszamentem Milánóba az Inter Arzenára. Csak egy hétig kellett volna utol lenni, úgyhogy ennél a verzónál maradtam, úgyhogy igen, tehát így maradnak ki. De ezeket úgymond szívesen elengedem, tehát ahogy mondtam, engem annyira érdekel, Udinében is szeretek járni. Tehát egyébként Udinében mindenki menjen, nagyon közel van, nagyon hangulatos. Gyakorlatilag a legközelebb itt a hát igen, igen. Velem. Ha Triestina méltóztatna összeszedni magát, ráadásul az egy szép kis stadion is, nagyon ami ott szép van. Stadion. Nagyon szép stadion, oda is lehet. Jó, Széria C. Tehát, mi most nyomjuk a Széria C-t egyébként, és nagyon jó a Széria C is. Tehát, sőt, én tavaly Provercelli, ugye? Tudjuk hányszoros baj? Hát, ha nem futballkácsóval, azt hiszem, na, hát, ott van az is. Igen, tehát tök jó élmény volt. Tehát ha ott azért sportértéket annyira ne várjunk. Tehát nyilván ez nem egy Milán Juventus. Hát meg Phil Koratilának is volt tapasztalata a Provercellivel. Bocsánat, én még nem hangulatot rombolni akarok, csak tényleg érdekel, hogy tűzben jártatok-e itt a rengeteg utazás során. Tehát volt-e ilyen utcai verekedés, vagy valami olyan helyzet, ami ilyen koccos volt, futni kellett, stb. Ilyesmi. Hát szerencsére azért ma már ugye ez egyáltalán nem jellemző. Ami talán a könyvben is szerepel, jól emlékszem, Juventus-Liverpool, ugye 2005. Ugye a 85-ös helyszínenek pont a 20 éves évfordulója.
Hát ott utcai háború volt az olasz mérkőzésen. Tehát az sőt, ott emlékszem, hogy a rendőrök jöttek, szét hajtották a tömeget, és azok a Juventus szurkolóinkat is behajtottak a vendégszektorba. Mm. Tehát ott mindenkit hajtottak mindenfel, és szerencsétlenek a Liverpooliak között nézték végig, hogy a Juventus kiveri. Ah, igen, azt én Capellónak nem holnap fogom még megbocsátani, meg azt az egészet, és az, hogy minden este egy ilyen szörnyűséges borzasztó volt. Egyébként furcsa dolog, mert nyilván nem hozzád képes, de azért én is elő-elő fordulgatok Olaszországban meccseken, és nekem is az a tapasztalatom, hogy aki keresi a balhét, az megtalálja, de aki nem keresi, az tök biztonságosan még egy ilyen nagyon ellenséges helyre is el tud menni. Mondjuk a nápolyi kaland, annak voltak azért olyan részei. De ami furcsa volt nekem, ugye mindenhol az van, hogy van egy kijelölt helye a vendégszurkolóknak, egy parkoló, valahol ilyen jó tömegközlekedéssel megközelíthető helyem. Firenzében például azt csinálták, hogy elsétáltak a Juve táborral az állomásnak a parkolójáig, és aztán ott hagyták a Juve tábort, és oda tehátunk, ott nézegettünk körbe, hogy egy darab rendőr nem volt a közünkben, tehát ha valaki nagyon szabad akart préra volna, igen, akkor oda dobtak minket koncnak. De akkor ez a tapasztalat, hogy igazából ez egy biztonságos dolog, hogyha van egy olyan vezetője a csoportnak, aki tudja, hogy terelgesse a fiúkat. Igen, én azt gondolom, hogy igen. Akkor szoktunk egyébként érdekes szituációba kerülni, mikrobusszal is járunk 8-an. Most 8 ember az már egy kis brigád. És mondjuk, ha elmész, hogy tényleg egy széria, B széria, C kisváros, akkor hát 8 idegen, aki látszik, hogy azért a futballmeccsre érkezik, de mégsem a, nem tudom, hazai csapat színeit képviseli, az egyből feltűnik mindenkinek. És ez úgy már voltak érdekes szituációk. És ott van egy jó sztorim, most erről eszembe jutott, Komóba ugye ki szoktunk menni mindig, most már szerencsés a helyzet. És Komói ultrák megtámadtak benneteket? Képzeld, tényleg. Majd ezt viccnek szántam. Nem. Inter Juventus meccsen voltunk egyébként, és másnap, hogy Komó, akkor így lehet, hogy George Clooney vezérletével. C-be volt talán, vagy B-be, nem emlékszem, valahol nagyon lent voltak szegények, és Inter cuccba ment, hát interesek vagyunk, hát az volt nálunk, abba sétáltunk, és hogy elmentünk a komói kocsma mellett, megállt a kezükbe a sör, és így néztek minket, ez mi. Amit utána kiderült, az Inter meg a Komó az nagyon. És igaz, hogy 16 évvel találkoztak utoljára, vagy 26, nem tudom, de ez de így... már várták. Igen, tehát mint kiderült, mint hogyha nem tudom, Miskolcon elsétálnál, nem tudom, Fradi cuccba, tehát hogy nem értették. És így mondták, hogy oké, bemehetünk, megengedték, bemehetünk a meccsre, minden Inter cuccot le kellett venni, és akkor a kanyar szélére kiülhetünk, és akkor 80 perc körül odajöttek, hogy tetszik, hogy érezzük magunkat. Minden rendben van. Kedves vendéglátók. De ilyen nagyon sokan, tehát tényleg azért 7-8 ember megy brigádba, az feltűnik. Pláne aki nyilván Milánóban nem, meg ezeken a helyeken, de a kisvárosokban az tud izgalmas szituációkat hozni. Én inkább számomra, ami nem szimpatikus, amikor nem tiszteljük azt, hogy hogy mondjam, itt ők interesként elmegyek mondjuk egy, nem tudom, Bologna Interre, és mondjuk nem a vendégszektorba megyek, hanem a hazaiba, akkor én megtisztelem őket azzal, hogy nem veszek fel Inter cuccot, és mikor az Inter vezet 3-0, akkor nem mutogatok nekik, hogy... Tehát, és nyilván sokan ezt viszont nem így teszik, és ennek az ellenkezőjét, és azért ebből láttam sok. Hát mondjuk ez nyilván primitív. Igen, tehát meg kéne tisztelni azzal őket, hogy ott az ő városukba vagy, az ő szektorukba mész be, még ha Bolognában Détárinak is van egy nagyon kellemes helye, és örülnek, ha magyar vagy, attól még annak nem feltétlenül örül, ha te közben a Milánnak, vagy az Internek szurkolt, és pláne utána a középsúlyodat mutogatod neki a gólnál. Tehát inkább ez a része, hogy a tiszteletet meg kéne azzal adni. Nápolyban volt egy olyan élményem nekem is, hogy már az Nápoly Inter 10. percben szerintem 2-0 volt a Nápolynak, és mindenki ugrál, és most hárman álltunk, mint a kis verebek, és megfordultak, és mutatták, hogy tessék, mi van. Szépen elkezdtünk oldalazni, így igen, így ugrál, eloldalaztunk, és a plexig jutottunk, ugye ott az egész hosszú oldal egybe van, és a plexig jutottunk, ugye mind a két kanyarba ugye egy-egy kanyar, tehát ugye két A meg a B kanyar, plexig jutottunk, és ott feltűnt, hogy van még egy 10-15 ember, aki hasonló, mint mi. Minden Interes odaszorult a plexi szélére. Magatokban ugráltatokat. Aztán 3-0 lett a vége, úgyhogy nem volt egy
Igen, Nápoly veszélyes. Tehát, hát ez különleges. Igen. Ahogy nem azért jöttünk, hogy most én sztorizzak, és majd egy másik adásban fogom elmesélni Dino Verkotti barátomék, akik amikor a Serie B-ben játszották, a Nápoli Juve meccset, akkor utaztak le Nyíregyházáról kis busszal Nápolyba, úgyhogy akkor volt a blokád. Igen, akkor volt a járvány, meg ugye a rendőre, meg ilyen blokád alatt a város, meg mit tudom, és ők is ugye beszorultak a Nápoli B közébe gyakorlatilag, és ők is mondta, hogy például fent feltartotta a feje fölé transzparenst, amiben saját magát elküldte a kurva anyjába. Igen, ott van, akkor fel kell venni. Igen, igen. Nincs mosát. Van-e még valami, ami nincs kipipálva? Tehát ilyen nagy meccs, vagy ezek már így megvolt minden többszörösen is akár? Hát igen, nagyon szerencsés vagyok, tényleg azt gondolom, hogy majdnem minden. A futballvilágbajnokság, csak ezen tudok rugózni. Voltam futballvilágbajnokságon, de hát magyar válogatottat nyilván nem láthattam futballvilágbajnokságon. Ami nem annyira rajtad múlik. Az a baj, hogy sok minden... Szedd össze magad, kérlek. Sok minden nem rajtam múlik. Tehát itt ugye ezen kívül szolgáltatom minden sorsolásoknak, meg mindenféle Covid-nak. Meg. Tényleg egyébként, bocsánat, itt ez kimaradt az előbb azzal, hogy azért itt az elmúlt években, hogyha nem is a magyaroktól volt hangos a Serie, azért voltak olyan képviselők, akik rendszeresen, most például ugye Balogh Boti, az, aki ott játszik a Pármában, de hát a könyvben is szerepel például Rudolf Gergőnek az ajánlója, meg az, hogy te láttad a helyszínen mindegyik gólját egyébként? Nem. Azt, amit a Rómának rúgott az Internek, meg a... Internek nem. Nem, Milánnak rúgott a Rómának. Juventusnak. Meg a Juventusnak. A nagyok közül Tényleg. Csak az Internek. Ezért is vagyok jóba vele. Az Internek nem rúgott a Geri. Láttam Juhász Rolit is gólt szerezni, ugye a Milán ellen. Anderlechtben. Így van. Ez a fejes gól. Fejelte, így van. Akkor a Rudolf, és most ugye Szoboszlai. Tehát ez a három magyar szerzett gólt a San Siroba, mióta már én is odajárok. Nekem egy nagyon-nagyon különleges mindig a magyar futballisták. Tehát mi nagyon-nagyon Botival is most nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg hála innen is neki, mert nekünk adta most a Milán Párma mezét is, de most is készülünk hozzá. Sőt, egy barátunk most ott volt Velencébe, ugye a Velence Párma volt most, és ott is mindig arra Boti időt szán, hogy most is fotózkodott vele, kijön hozzá. Jó fej dolog. Igen, tehát tényleg erre mindig rászánja az időt, és még a B-be is voltunk nála, és összes játékos megy be, ő látja, hogy ott a magyar zászló, tehát mindig kirakjuk, hogy tudja, merre kell jönni. Tehát ott a magyar zászló. Nem, ez Szalemakers. És céljár is van, jön a Botihoz, nem is kell elkérni a mezét, azt nem kell, hanem ő magától veszi le is. Hát ez zseniális egyébként. És a könyvemutatón egyébként a Rudolf Gerén nagyon jót mondott, hogy nagyon sajnálta, hogy akkor nem ismert minket, és hogy ez a focistáknak is ez milyen fontos, mert ezt nem is gondolnánk, és azt mondta, hogy ő attól boldog volt Genovában, ha látott egy magyar kamion, és rávillogott. Na most képzeld, hogy ezzel szemben ma meg ott vagyunk jó sokan a meccsükön, miattuk megyünk oda, tehát kimenni egyébként Párma meccsre, most mindenki a Boti miatt megy, aki oda megy, és ezt a Botinak nyilván ez egy nagy megtiszteltetés, ez plusz motiváció. Tehát ez a focistának is igenis, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Attila, te vagy azt hiszem, hogy, mert ezt bárkitől megkérdezheted, és mindenkinek van róla véleménye, de szerintem te az egyik legavatottabb ember vagy. Rangsorold nekem az olaszországi derbiket. Forróságot tekintve, vagy a saját szempontjaidat tekintve. Hát forróságot tekintve bármilyen furcsa, azért akkor a Genova jut eszembe, most mindenképp, tehát a Genova Samp, ez most már jó rég volt, most a kupában megint láthattuk, hogy összehozta őket a sors. Ez pár utasunknak szomorúságára, mert pont utána mentek volna, kivel játszott zárt kaput a Genova. Pont ezután, a kupamecs után. Lehet, hogy a Juventusszal. Így van. És ugye úgy mentek, hogy Milán játszott, nem is tudom kivel, és szombaton, és vasárnap mentek volna át Genovába, de így az átkapu miatt ugye ők nem tudták ezt megnézni, úgyhogy igen, ez egy friss élmény. Szerintem forróság szempontjából mindenképp Genova. A római derbi az szerintem ma már azért elvesztette azt, ami régen volt. Tehát elvesztette? Szerintem igen. Tehát már mint a tűz szempontjából, hogy ott azért már nincsenek botrányok, nincsenek balhék, sőt a villamosok. Pedig mi az volt az, amit sokáig nem lehetett este megrendezni? Például. Igen, de én most úgy látom, hogy az elmúlt években, majdnem mindegyiken ott voltam a Covid után is, nem tapasztalok olyat, mint Genovában. Tehát
Hát a milánói derbi meg nyilván az a, nem is tudom, szerelmesek egymásba, ott mindenki mindenkivel jóban van, családokon belül ugye most már teljesen normális, egyik gyerek milános, másik interes párok, tehát... Mondjuk a két ultracsoport azért nem valami szerelmet hát egymástól soha. Meg verbálisan megvan, de egyébként ők is békét kötöttek, tehát úgy nem szerelmet vallottak, de békét kötöttek, tehát utcai háborúk nincsenek, mint a 80-as években. Úgyhogy ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy egy futballszurkolónak a Milán Intert azt egyszer látni. Ha nincs kötődés, akkor is. Tehát azt szerintem Olaszország legkülönlegesebb. Tehát azt, hogy egy város így, meg hogy egy, van egy pici város, ha belegondolunk, azért európai mértékkel Milánó egy kisváros, nem egy London, vagy nem egy, és ott van két ekkora csapat, aki BL tudott nyerni. Teljesen egyedülálló. Tehát egy Róma méretű városban egy ilyen csapat sincs. Egy derbit, mint hogy kihagytál volna, de mindegy. Igen. Most friss élmény is van róla, ugye? Igen. Megmondom őszintén, hogy kétszer voltam összesen egyébként Torinóban derbin, tehát az úgy a legjobban kimaradt az életemből. Igen, mondjuk nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy csak kétszer voltam torinói derbin, úgyhogy ez kimaradt az életemben, de jogos a többihez képest. 58 milánói derbi. Ehhez képest a kettő elenyésző. Hát igen, én ha ebbe a rangsorba kell tenni, akkor negyedik helyre tenném a ebben. Azért a veronai derbit megelőzi. De a Juventus azért van egy ilyen különleges kapcsolatunk nyilván, hogy a Milán meg az Inter szurkolókat ez összeköti, ugye, hogy van egy közös pontunk, hogy a Juventus nem szeretjük. Úgyhogy így nekem egyébként nincs semmi bajom senkivel, tehát mindenkinek tisztelem a... Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy neked, meg nekem ugyanaz a szenvedélyünk egy más klub iránt. És én pontosan is van a te érzéseidet, amikor kikap a csapatod, vagy elutazol, és látsz egy katasztrofális dolgot. Tehát... Én a legmezlistebb szurkol vagyok. Mondom, hozzád képest kis Miska, de azért voltam én is egy pár meccsen, és egyetlen egyszer láttam kikapni a Juventust. Egyetlen egyszer. Akkor kevés interjújra jársz. Ne, voltam azon is. Egy 4-5-ön voltam, és katartikus győzelmek is vannak köztük. Egyszer láttam a 12-es kupadöntőben a Napoli elleni vereségen, azon voltam ott. Az egy veresége volt a Juve-nek, pedig kurva rossz Juve-kat is láttam, és valahogy ez adja a gép. Mázli. Pörögtek a kupadöntők most a fejemben. 11-ben az Inter nyert a Palermo ellen. Így van. 12-ben volt az, és 13-ban volt a római derbi. Igen, Milán Juventus volt. Így van. Azon ott voltunk. Nem azon voltunk? Kétszer is volt. Igen. Én mind a kettőn ott voltam. 2016, azt hiszem, két éven belül. Igen. És egyszer ugye Morata hosszabbításban szerzett gólya. A másik meg a póker. Igen. Bonucci hatalmas meccse. Donnarumma nagy meccse. Donnarumma is, igen. Mind a kettőn ott voltam én is. Igen, ezek jók, ezek én is majdnem mindegyiken a olasz kupa döntő Róma. Ez szerintem jó is, hogy most Rómában van mindig. Nekem ez tetszik. Az nem tetszik, hogy Szaúd-Arábiában van a szuperkupa, tehát ez szerintem elmentem. Tudjuk, hogy miért, de hát... Igen, tudjuk, hogy miért, és nyilván elmentem a 25 éves 100 meccses dolognál, de tavaly sem mentem, meg most sem fogok, mert egyébként katasztrófa. Hangulatában vagy? Hangulatában. Tehát mint hogyha teljesen kiemelnéd a kontextusából az eseményt. Igen, és a sivatag közepén, a semmi közepén... Hát szerintem gyalázat. Oda mennyien mennek egyébként, erre mindig kíváncsi voltam. Olaszok? Vagy? Hát úgy, most nem is csak olaszok, hanem hogy európai szurkolók, akik egyébként meccsekre járnak. Ugye mi a Milán Inter volt akkor a olasz szuperkupa dönt, akkor még egy meccs volt, tehát ugye két csapat. Mármint most ez a... Két évvel ezelőtti. Ja, igen. Amikor az Inter nyer. Mert volt Milán Inter szuperkupa döntő pont ott a 2011-ben az Peking. Is. Így van, az meg a madárfészekben igen, van. Igen, ott nem voltam sajnos, tehát ez kimaradt. Szóval ezen a Milán Interen, én elmondom neked, hogy talán 200-200 európai. Azt hittem, hogy ez vonult a Nord, és körülbelül 50-en.
vonultuk. Olyan volt, mintha a kispestiek vonultak volna Kazincbarcikán. De akkor legalább otthon érezted magad. Igen, tehát abszolút. Tehát nagyon szürreális volt az egész, hogy az az előnye van meg, és ez például előtte a világkupa döntőn is tök jó volt, hogy elmennek oda ezek a csapatok, és senkit nem érdekelnek. Tehát én akkor tudtam, hogy hol lakik az Inter, bementem a hoteljukba, és ott mászkált mindenki. Tehát nincs biztonsági ember, nincs senki, mert őket minek, ott... Igen. Igen. Tehát úgyhogy ezek így annó tök jó élmény volt, de, de szurkolói szemmel ezek... Hát ezek szerintem nagyon jó sztorik. Egy dolgot azért nem úszol meg itt zárásként, hogy erről az idei Interről azért beszéljünk egy kicsit, mert beszéltünk itt a felvétel előtt is arról, hogy azért van egyfajta kettősség itt ezzel az idei Interrel kapcsolatban, amit nem könnyű feloldani. Egyrészt ugye itt van ez a Arsenal elleni siker, meg a City elleni 0-0-nál is nagyon jól nézett ki a csapat, meg bizonyos bajnokikon is azért villantott olyan jeleket, hogy, hogy ez idén is rendben van, rendben lesz, de, de mintha nem lenne olyan teljesen lináris ez a ez a szezon, meg ez a fejlődés, mint amit egyébként a játékos minőség indokolna. Igen, és itt a beharangozóban mindig hallgattalak titeket, és a Intert nagyon kiemeltétek, hogy kicsit az Inter mindenki felett. Hát, de ez így van, nem? Hát, úgy látjuk, nem. Hát a, most, ha a tabellára nézünk, akkor nem biztos. Ami fontos, hogy én futballszurkoló vagyok, jó? Tehát tőle szakmai jelentéseket, oké, csak ezt szeretem tisztázni, mert tényleg ilyen egyszerű szurkolóként látom ezt a dolgot. Nyilván nem úgy néz ki, hogy szerettük volna. Beszéltük az elején, és tényleg elfárad a végére, az Inter eltűnik, és akkor pont azt várnám egy Juventus elleni 4-4-nél is, hogy akkor a utolsó 10 percben nem tudom, felborul a pálya, és közben örültünk, hogy döntetlen maradt a vége. A végére valami történik, elfáradnak, nem tudom. Meg ne kelljen már egy Venécia ellen izgulni azon, hogy egyenlít az ellenfél, tehát hogy inkább itt ezek, hogy... És tavaly nem is kellett. Nem. És tehát a tavalyi szezonban... Igen, furcsa, mintha erőlétileg valami hiányozna ebből a csapatból, itt pont erről beszéltünk előző héten is. Igen, tehát valamiért elfogy teljesen a végére. Furcsa, én azt gondoltam, hogy a 12. fordulóban lesz egy szép előny, és lehet a BL, és most inkább olyan, mintha a BL betartalékolt volna az Inter a bajnokira. Tehát teljesen, mikor a Arsenal kezdő csapatot megláttam, akkor azt hittem, hogy ez nem a igazi kezdő, hanem valami... Elírták valahol. Igen, igen, tehát valahogy ez nem a, nem a uficiája, hanem ez valami, nem tudom mi. És azért rúgott. Biszeknek az apja írta össze, vagy rendben. Tényleg olyan volt. És tartalékolunk a hétvégi Nápoly meccsre. Hát ez volt gyakorlatilag. És jól jött ki, és hát Csanaloglu 11-eset. Szerintem mindent láttam majdnem, amit berúgott. Most láttam azt is, amit kihagyott. 11 volt az előző szezon óta, ugye, amit berúgott. Hát összesen szériában. 19. Szériában 17. 17. 19 a BL-el együtt. Igen, igen. Igen. Szériában 17. Ki a mostani Interből a kedvenced? Barella-t kell mondjam mindenképp. Tehát azt gondolom, hogy Barella az, aki az egész olasz focinak is hozzá tudja tenni. És hát a könyvben olvashattuk egyébként erről is. A kisfiam is nyilván interszurkoló, bármilyen furcsa. Meglepő, igen. Meglepő módon. Ő gyűjti már a meccseket, ilyen 70 meccs körül van egyébként, hogy nem csak Inter, hanem válogatott is, és mindenféle dolog. És az egyik meccsen bekísérhette az Intert, egy teltházas San Siróban. Ha van olyan élmény, amit már én irigylek tőle, nekem ilyen nyilván nem volt, meg nem lehetett. És Barella kísérője? És képzeljétek, hogy pont Barella. De teljesen véletlen, és én állok a San Siró, nagyon jó fejek voltak, a szülők bemertek így a pálya szélére, tehát én is lent álltam, tehát ház kivetítő, és mikor mutatják a csapatot, és a fiad áll Barella előtt, könnyek azok folytak mindenfele, mondta, hogy apa, nem mertem hátra nézni. Egy hétig nem aludt a gyerek után. Hát azt gondolom, hogy valószínűleg interes lesz egész életében. Úgy néz ki, hogy... Meglepő módon. Már még megjöhet az esze. Szerintem itt előfordulhat, hogy később még így... Képzeljétek, az olasz-magyaron is voltunk Attikával, és ugye Cezénában volt. Ugye Cezéna, egy nagyon jó úti cél Cezéna, és most már Széria B, ugye tavaly megnyerték a Csét. A Széria B nagyon jó hangulat tőle. Úgyhogy aki Rimini fele megy nyaralni, tökéletes, de a Rimini-ben is széria C, mindegy, hogy hívjuk, az is nagyon jó, de Cezina nagyon jó. És meg ugye, annak ilyen angol típusú, ilyen nagyon meredek lelátója. Nagyon jó, és a hangulat is, tehát a Cezinai ultrák nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó. És ott voltunk, és Barella lőtt, ott ugye az egyik volt a válogatottnak, és a meccs végén mikrobusszal voltunk, mellettünk Diósgyőri ultrák 8-an,
és jöttek, hogy szia kicsi, de vagány vagy, eljöttél ide is, minden, ki a válogatott be a kedvencet? És azt mondja, bár ellen. György Györgyek, lefagytak tőle. Mennyi idős? Hát most már 11, aha. Úgyhogy most már nagyon éli, tehát számolja a meccseit, gyűjti, és akkor mondja nekem most már, apa, neked 11 évesen hány derbin voltál? Már 5-nél tart, és igen, úgyhogy vagány gyerek, sőt, hát ugye ő van a borítón a könyvben, és mikor a válogatott meccsen jöttek, hogy dedikáljunk, akkor Attika is rúgdost, én is aláírom, gyertek, és úgyhogy nagyon éli most ezt az egészet, és most már tényleg kellően nagy ahhoz, hogy meg ismer már mindent Milánóba, úgyhogy eljössz egy út, és gyere, mutatok én pizzériát, és a 11 éves gyerek visztéget, ő tudja, hol a legjobb a pizza, úgyhogy éli nagyon. Hát nagyon remélem, hogy ezt az örökséget, amit kap, nyilván azért nem könnyű sérre Attilaként élni és létezni, ha ezt tovább viszi, akkor nyilván nekem az lesz most már a legnagyobb örömöm, hogyha ezt valaki, Attika, az a valaki tovább viszi, és még 10 év múlva én tényleg... Nem rakták kis terhet rá. Hát nem, egyébként tényleg nem, és ha Puliába élünk 10 év múlva a családdal, és közben Attika viszi már Milánóba a csoportokat, akkor ez nekem a legnagyobb. Én pedig valami jó Széria D-s meccsen Tarantóba. Előénekre, de Szirakúz ellen. Így van, Szirakúz ellen. Ért, ezt nagyon adnám. Na, Ati, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon élveztem a beszélgetést, remélem, hogy ti is. Úgyhogy biztos, hogy beszélünk, találkozunk még. Remélem, így lesz. Ez a mai egy interes adás, mert hogy egy másik könyvszerzővel, Csiki Rolanddal beszélünk a Grande Inter 2.0 című könyvről, és hát elsőként azért azt tegyük helyre, hogy ki az a Csiki Roland, és hogy honnan jött a könyv megírásának az ötlete. Sziasztok! Először is szeretném megköszönni, hogy itt ezen a felületen bemutathatom a könyvet a hallgatóitoknak. Annyit elárulhatok, hogy én kerestelek meg titeket, szóval pláne köszönöm, hogy igen mondtatok, de akkor a kérdésetekre a válasz. Ki az a Csiki Roland? Gyakorlatilag egy teljesen átlagos irodai munkás vagyok, és szerettem volna valamit csinálni, ami egyébként az írástól, egyébként a sportról való írás, az nem állt tőlem távol, tehát szerkesztettem a Nerazzurri blogot éveken át. Ott már talán egy 4 éve nem vagyok a csapattagja, ha jól számolom, de hogy visszatérve az első mondatomhoz, tehát szerettem volna valamit a dögunalmas irodai munkám mellett, ami tényleg szívből csinálok. És akkor gondolkodtam, hogy mi legyen ez. Gondolkodtam, hogy YouTube-ra tölteni föl videókat, ahhoz aztán végül azt a projektet elvetettem, pedig még mai napig gondolkodom egyébként rajta, hogy sportról beszéljek YouTube-on, de végül 2023. januárjában úgy döntöttem, hogy szeretnék írni egy könyvet az Interről. Na most a kiinduló pont az az, hogy a Nerazzurri bloggal már beszéltünk annak idején erről, akkor is én voltam az ötlet gazda, hogy valamilyen formában a 2010-es csapatról emlékezzünk meg. És akkor az volt az ötletem, hogy csináljunk egy kisebb fajta e-bookot. Végül egyébként ez az ötlet időhiány miatt nem valósult meg. Lett belőle egy 5 vagy 6 részes cikksorozat, az most is elérhető azt hiszem a blogon, de hogy szerintem az nem igazán lett jó. Én is olyanokat hibáztam benne egy utólag visszaolvasva, amik elég arcpirítóak. Ha jól emlékszem, volt benne egy olyan is, hogy Elenio Herrerát én urugváiként írtam le, tehát hogy Buenos Aires-i születésű ilyen is volt benne, és teljesen nem voltam elégedett az eredménnyel. És továbbra sem hagyott nyugodni a gondolat, hogy ezt a történetet, ezt a szezont valamilyen formában én szeretném átadni. Nyilván elsősorban az Inter szurkolóknak, de bárki, aki szereti az olasz focit. És végül is 2023. januárjában elkezdtem a munkát, de gyakorlatilag úgy kezdtem el, hogy semmilyen kapcsolatom nem volt, semmilyen kiadóval, soha korábban ilyen munkát nem végeztem. Nekem kapcsolatom volt, csak...
Na ugye, szóval gyakorlatilag úgy fogtam bele, hogy simán benne volt az, hogy megkeresek 10 kiadót, és mind a 10 azt mondja, hogy nem. És így dolgoztam ezen a projekten másfél évet két munkahely mellett, és májusban lett kész, májusban zártam le a történetet, és legnagyobb meglepetésemre, kis fényt közbe adok, legnagyobb meglepetésemre már a, jól emlékszem, már a második kiadóval meg tudtam egyezni a feltételekről, és nagyjából egy hónappal ezelőtt meg is jelent a könyv. Az komoly. Itt ülünk, mint két jeles interszurkoló, akiket rendkívüli módon érdekel a téma. Az első kérdésem az az lenne feléd, hogy ugye ez a 2010-es szezon, ez már az időszak, amikor már erősen internet függő, gyakorlatilag az egész szurkolói létezés. Tehát, hogy gyakorlatilag hozzáférhetővé vált irtózatos mennyiségű adat, információ, meccsfelvétel, minden. Mi az, amiben még újat lehet mondani erről a 2010-es interről? Szerintem, ha új információt nem is tudsz mondani, szerintem azt, hogy mit helyezel fókuszba. Miért volt, inkább arra kerestem a választ, hogy mitől volt ez a csapat sikeres. Új információt átadni talán tényleg nehéz. Ebből a korszakból már jól is mondod, hogy ez már az az időszak, amikor minden nagyon jól dokumentált. Inkább arra, talán ami nekem is nagyon sok újdonságot hozott, amikor ahogy úgy próbáltam felépíteni a történetet, hogyha mondjuk volt egy kulcsmeccs, és annak egy kulcsszereplője, akkor úgy vezettem föl, hogy előtte annak a játékosnak a pályafutását bemutattam, ha nem is teljes mélységében, de amennyire csak tudtam 4-5 oldalon. Itt azért bizonyos játékosokról én is tudtam meg olyan információkat, egész sokat, amelyek számomra is újdonságként hatottak, például Cambiasso, hogy kosárlabdázott, vagy még újfent Cambiasso esetében, hogy egy plébánián találtak egy dokumentumot, ami igazolta, hogy neki vannak olasz felmenő, és akkor így tudta szerződtetni az internet. Szóval inkább ilyen apróságok tekintetében tudom elmondani, hogy számomra is voltak új információk, vagy az olvasóknak esetleg újdonság lehet, de szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy itt José Mourinho volt a főszereplő. Igen, ugye itt mondod, hogy születtek ezek a portrék minden egyes fejezethez, bizonyos kulcsszereplőkről. Én egy dologban, amikor ugye láttam azt a fejezetet, olvasva a könyvet, hogy az utolsó mozaik, akkor nekem annak a 2009-10-es internek az utolsó mozaikja az mindig Goran Pandev volt. És ugye te Snyderről írtad azt, hogy de ugye ez igazából az előtte lévő időszak az, amire hivatkoztál, hogy ő kellett még ebbe a csapatba leginkább. Egyébként szerintem nem rossz a meglátásod, mert hogyha végigvesszük az előtt, Pandev érkezése előtti másfél évet a Mourinho korszakban, akkor ez neki egy hadakozás volt, mert ő szerette volna a csapatot 4-3-3-ban játszatni, de ezt nem tudta megtenni huzamosabb ideig, csak alkalmanként. Az első szezonban azért nem tudta ezt megtenni, mert Mancini és Quaresma nagyon gyengén játszottak, tehát Quaresmát már első év januárjában postázták a Chelsea-hez, és akkor vissza kellett térnie a 4-3-1-2-s felálláshoz, amit ő egyébként Maradinak titulált, de hogy Mancini és Quaresma teljesítménye miatt vissza kellett nyúlnia a korábbi Mancini által játszatott 4 belső középpályásos felálláshoz, és abban a tekintetben igazad van, hogy ezen a téren a változás nem Snyder szerződtetése hozta el, hanem hogy Pandev megérkezett, mert vele már nem azért, ha elő is vette Pandev érkezése után ezt a 4 belső középpályásos felállást, már nem azért tette, mert nem volt másik opciója. Onnantól tudta variálni, ahogyan ő szerette volna, tehát ebben igazad van. Nagyon tetszik a címadás. Én emlékszem, hogy
Ugye 2010-ben indult a népsport, és ha jól értem, akkor te Neredzuri blog, tehát te elfben te akkor ilyen ős népsportos arc vagy? Ebben az igen, de azt képzeled, amikor azt még népsportnak hívták, akkor én még nem voltam a Neredzuri blognak a szerkesztője. Oda már olyan, talán a népsportos korszak utolsó hónapjaiban az nem volt csatlakoztam. Vidám. Nem volt vidám, de viszont így is ős népsportos vagyok, mert a Boston Celticsnek is iszonyatosan tudok szurkolni, tehát hajnalonként ébredezek, és akkor meccset nézek, és akkor ott volt egy... Jó éved van idén. Zseniális évem volt, és akkor ott volt egy, a Népsporton egy Celtics Hungary blogom, és az a közösség azóta is fennmaradt egy Facebook csoport formájában. Meg most, most a blogot is újraindítottam. Igen, jó éven volt. Igen, jó éven volt. Az elég, hát az elég jó. Igen, hát 22-ben annyira nem volt jó, mert az Inter bajnokságot bukott a Milán ellen, meg az NBA döntőt is buktuk. Na, hát nem volt olyan szórakoztató. A Napoli ellen kérlek, tehát, hogy a 22 volt a rossz éved ilyen szempontból. 22 volt a rossz éved. Hát igen, a Bologna ellen a kapusunk, az Perisic bedobta, és a kapusunk az úgy döntött, hogy hozzásegíti a Milánt a Scudettohoz. Ó, milyen törvénytelenül rölgít mellette. Tiszteljük meg annyira vala a riportalanyunkat, hogy nem, legalább figyelj. Eljátsszuk, hogy hát igen. Nem, igen. Az hát most már én is tudok rajta röhögni. A 2010-es Interről beszélünk, tehát hogy most minden megengedett, ahol hogy ellenpontozzuk, úgyhogy ezt szerintem simán belefér. Csak azért hoztam elő ezt az NST-s időszakot, mert emlékszem, hogy annak idején többen is leírtuk ezt, hogy Grande Inter 2.0, és ilyen nagyon-nagyon sok hasonlóságot mutat egymással, ahogy egyrészt, ahogy elindult a projekt, és ahogy kiteljesedett mind a kettő, mit tudom én, 5 évtizeddel később. Ugye a tulajdonos apuka, fiacskája, szerintem Helenio Herrera szellemi örököse, ha úgy tetszük, a futballapukája, vagy hát az ő futballgyereke az egyértelműen José Mourinho, és még volt mellette egy ilyen csomó számos olyan körülmény vagy személy, ami így párhuzamba állítható, meg hát ugye ez az Internek a két világverő csapata a történelme során, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon helytálló és találó a címadás. Képzeld el, az első pár napban nagyon sokan írtak rám, Intel szurkolók is, hogy ez a második része a Grande Inter könyvnek. Szóval ebből a szempontból talán nem is biztos, hogy a legjobb címadás volt, de sokan írtak rám, hogy és neked megvan az első, és te írtad, mondom, nincs első. Nincs első, ez nem azért 2.0. Nagyon jól látod, rengeteg hasonlóság van a 60-as évek Grande Inter és a 2010-es Inter között. Ha belegondoltok, Mourinhót már amikor megérkezett, már akkor elkezdték hasonlítani erre rához. Ugye Massimo édesapja, ő is rengeteget várt arra, hogy megtalálja a megfelelő edzőt. Ha jól számolom, a könyvben leírtam, de számokra nem emlékszem pontosan, de talán 10 fölötti edzőt fogyasztott el, míg RRA-ig eljutott. És RRA-val sem érkeztek meg a sikerek azonnal, tehát talán a második vagy a harmadik szezonja végén már szóba is került, hogy mennie kell, csak akit a helyére kineveztek, az végül az olasz válogatott ajánlatát fogadta el, és így kapott még egy esélyt Herrera, és utána már jöttek a sikerek. És hogyha visszatérünk Massimo Morattira, emlékszünk, hogy hány edzőt fogyasztott elő is, míg megtalálta Mourinhót, akivel aztán végül sikerült az áttörés, és nem is az első évben sikerült Mourinhóval az áttörés. Akkor a két csapat futballjában is vannak hasonlóságok, tehát tudjuk, hogy a Herrera féle brutális és kegyetlen Catenaccio az Mourinho Interében is visszaköszönt. Nyilván mindenkiben a Barcelona elleni, a Nou Camp-beli mérkőzés ugrik be, de hogy egyébként össze is számoltam múltkor, hogy hány meccse volt abban a szezonban az Internek, amely egy góllal nyert meg, és 13 vagy 14 körül volt, tehát nagyon sok meccset nyert meg az Inter 1-0-ra, 2-1-re, szóval e tekintetben is van hasonlóság. És hát szerintem a két edző személyiségét is
ha összevetjük, találni hasonlóságokat. Tehát szerintem Mourinho azt, hogy bizonyos helyzetekben a játékosai előtt elsőként ment ki az idegenbeli meccseken a stadionba, ezt el tudom képzelni, hogy szándékosan erre rátollopta, mert hogy elvileg ezzel az volt a céljuk, hogy a szurkolók addigra már kiadják minden dühüket, mire a játékosok kijönnek és kapja meg az edző a szidalmakat. Szóval ezzel Mourinho is ért, és Herrera is. El tudom képzelni, a portugál szándékosan kopiszta le. Igen, azt láttam, hogy elsősorban a forrásanyagok megjelölésénél angol nyelvű forrásokból dolgoztál. Igen. Mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan nézett ki a kutató munka, meg hogyan indultál neki ennek az egész feladatnak? Persze, hát voltak azért könyvek is, illetve amiket használtam, de nekem nagyon-nagyon dobott az, hogy képzeljétek el, felkerestem a régi internacionale.hu-nak a szerkesztőjét, és szomorú, de sajnos konkrétan vele már nem tudtam kapcsolatba lépni, mert hogy ő már nem él, sajnos, de hogy aki most már szerkeszti a weboldalt, hozzáférhetővé tette nekem az oldalnak az akkori archívumát. És rengeteg gazettás, Corriere dello Sportos fordításhoz fértem hozzá, és iszonyat sokat dobott nekem ez. De ahogy te is mondod, nagyon sok angol nyelvű anyagot kerestem és kutattam. A Guardian, régi Guardian cikkek nagyon sokat segítettek nekem. Persze használtam már meglévő könyveket is. Szerintem az egyiken pont Benito, te dolgoztál is, a Mourinho-nak a könyve, amit most meg nem, eszembe nem jut a szerzőnek a címe, de a fordításában te is részt vettél. Pont egyébként itt van mögöttem a könyve, Patrick Barclay írta azt, igen, a könyvet. Jó szar. Az is segített nekem. Hát no, igen, de... Nem volt jó nagyon, igen. Nem volt olyan extra, de nagyon sokat olvastam, képzeld el, olasz nyelvű interes blogokat, de ott aztán nyilván a fordítók programok segítettek nekem. Elsősorban az internetre támaszkodtam. De a legnagyobb lökést az kétségtelenül az jelentette, hogy az internetszenel.hu archívumához hozzáfértem. Rengeteget segített nekem. Na. Roli, kérdezek egy furcsát, mert tőlem is megkérdezték jó sokan, és igazából ilyen nagyon furcsa válaszaim vannak csak erre a kérdésre. Szó szerint tőlem így hangzott a kérdés, amit nekem támasztottak, hogy te hülye vagy, hogy 2024-ben papírra nyomott könyvet adsz ki? Úgyhogy most bocsánat, nyilván nem lehújéznek, csak átdobom neked. De értem, alapra. Értem. Mert ugyanolyan hülyék vagyunk. Értem a kérdést. Az elején mondtam is nektek, hogy úgy vágtam bele az egész projektbe, hogy gyakorlatilag simán benne volt, hogy egy kiadót sem érdekel, és akkor azt mondtam magamnak, hogy nem gond, akkor valami jelképes összegért egy PDF formátumba feltöltöm a netre, de az álmom az volt, hogy ez ott legyen a könyvesboltokban. És emiatt magánkiadásban sem gondolkodtam. Tehát szerintem magánkiadással jobban jártam volna anyagilag, de hogy nem ez vezérelt. Azt akartam, hogy ott legyen a könyves. Volt a könyvesboltokban, könyvtárakban. Ez volt az álmom. Nagyjából, ugye mondtam, hogy 2023. januárjában kezdtem el a munkát, és előtte pár héttel én valamelyik nagyobb könyvesboltban, valamelyik elbetűs könyvesboltban épp áldogáltam a sportrészlegnél, és akkor volt ott milános könyv, juvés könyv, Barszás könyv nagyon sok volt, nem is sorolom a csapatokat, Liverpool, Dortmundos is van itthon, és interes nem volt. Ugye pár éve megjelent egy az önéletrajzi könyv a Zanettinek itthon, de hát az pár éve, az 7-8 éve volt, és ezen kívül én nem is tudok interes könyvet itthon. Talán van egy Misúr Tamásnak, ha jól mondom, egy ilyen rövidebb egy ilyen 150-180 oldalas könyv, amely a csapat történetét veszi át, az 2006-7 körül jelenhetett meg. Ami írta a Juvéről meg a Milánról is, ez egy hasonló kötet. Igen, de hogy a nagyjából a Zanetti könyv óta nincs Interről szóló könyv itthon. És akkor gondolkodtam, hogy mi legyen a téma maga, de hogy a Nerazzurri blogos ötlet után adta magát, hogy akkor írjam meg a 2010-es csapat történetét.
van benne személyes szál is, amit itt említettél ezzel a könyvesbolti élménnyel, meg azzal, hogy voltál kint meccsen is. Itt az utána következő időszakban mennyire vagy aktív meccsre járó egyébként interszurkolóként? Hát képzeld el, 2011-ben voltam először meccsen a Lazio ellen hazai pályán, és akkor az már a Leonardo volt az edző, akkor láttam először a srácokat. Utána én azt volt... az Intert egyébként, mindig nagyon jó meccseket játszott. Jó meccseket játszottak, kicsit a Zeman-féle bármilyen lecséhez tudnám hasonlítani, tehát egy Leonardo az szerintem az valójában ő nem volt edző. Tehát a képessége nem volt meg hozzá. De nem is értem, hogy ő mit keresett ott nálunk ős milánosként. Hát ez igen, de milánosként is nehéz volt megérteni. Mit keresett az de egyébként Moratti őt már ki akarta nevezni a 2009-es szezon elején is valami játékos megfigyelői pozícióra, tehát értelmezhetetlen számomra, hogy milánosként azonnal be akarta venni a stábba. Furcsa. Aztán végül használta is egy évvel később, mint edző. Na de azt azért ne kerüljük meg, hogy itt most jelen pillanatban itt van ez a viszonylag a Bajnokok Ligája címhez is közel jutott Inzaghi csapat. Lesz Grande Inter 3.0? Hát képzeld el, már javában írtam a könyvet, amikor közeledett a BL döntő a City ellen. És szurkoltál Citynek, hogy nehogy megnyerje. Hát nem, de olyan fura lett volna, hogy itt van egy friss BL győztes Inter, én meg még az egyel korábbiról írok, de egyébként ilyen szempontból nyilván jól jött ki, hogy nem nyertük meg, de egyébként meg nem, mert szerintem annyit meccs után nem sírtam, mint a vesztes döntő után, köszönhetően a Lukakunak. De meg lesz egyébként? A hármas? Most itt belátható időn belül? Mert azért ez most egy viszonylag jól kinéző, főleg a nemzetközi porondon jól kinéző Inter. Hát én most ezzel a szezonnal kapcsolatban abszolút nem vagyok optimista. Több dolog miatt. Most lehetetek meg az Arzenát, szólok. Igen, több dolog miatt nem vagyok optimista, és ez a több dolog, ez egyébként szorosan összefügg. Az első az, hogy ez egy nagyon idős csapat. A kulcsemberek nagyon idősek. Ami szerintem probléma, hogyha megnézzük, pontosan a BL menetelés, amikor a döntőig meneteltünk, azóta bizonyos játékosok elképesztő terhelést kaptak. Csalhanoglu, Barella, Lautaro Martínez lépni nem tud, tehát gyakorlatilag borzalmas fizikai állapotban van. Csalhanoglu, ha nincs, akkor kategóriákkal rosszabb a csapat. Elképesztő a különbség, tehát azt nem várom el, hogy ugyanolyan szintet tudjon hozni a csapat nélküle, de hogy kategóriákat esik a csapat nélküle, ez ijesztő. És ennek tetejébe, hogyha belegondolunk, hogy az Interben is nagy terhelést kaptak ezek a játékosok, több játékosunk a válogatottban is iszonyatos terhelést kapott az utóbbi évben. Tehát Lautaro lábában van 2 Copa America, 1 VB, amelyeket végigjátszott, hiszen mind a 3 nagy tornán döntőig jutott az argentin csapat. És hát több poszton nem jók, nem ütik meg a szintet a cserejátékosok. Tehát Csálha mögé, most egyébként annyiban optimista vagyok, hogy elkezdte használni Zielinskit Regisztában, ha nincs Hakan. Szerintem az működhet. Én az Arzenál ellen már láttam, hogy az akár működhet, de alapvetően egy picit aggódom. És egyébként is, az Inzaghi korszakra szerintem abszolút jellemző az, hogyha egy negatívumot ki kell emelni, az akkor a fizikális problémák. Tehát, hogyha visszaemlékeztek Inzaghi első szezonjára, ott is nagyon sok gólt kapott az Inter az utolsó negyed órában. Tehát nekem kapásból beugrik a Juve elleni 1-1, amikor Dumfries összehozott egy nagyon buta 11-est, akkor, ahogy a Milán ellen kikaptunk 2-1-re Giroud duplája, ha jól emlékszem, 2-t rúgott Giroud. És tehát ezek szorosan összefüggenek az, hogy idős a csapat, hatalmas terhelést kapott az utóbbi másfél-két évben a csapatnak a kulcsemberei, és nincsenek jó cseréink. Én emiatt aggódom. Roli, hadd kérdezzek egy durvát. Ebből a mostani Interből ki tudnál belerakni a 2010-esben? Úgyhogy mondjuk jobb legyen a csapat. Hogy jobb legyen a csapat? Húha! Na várjál, most...
Igen, más, mert ugye az egy négyvédős csapat volt. Igen, igen. Ez egy háromvédős, de... Mert igen. Én átgondoltam ezt a kérdést, és van javaslatom. Stankovics Barella? Hát Barellát. Nem biztos, hogy Barella, Stankovics. Ez... De Stankovics akkor már csere volt inkább. Tehát én azért úgy gondolom, hogy Csalhanoglu jobb futballista, mint Motta. Hát a posztban nem annyira stimmel. Igen. Mert inkább Snyder volt ott a Csalhanoglu. Talán. Hát azért... Ez egy háromvédős rendszer, más a támadó szerkezet, úgyhogy hülye kérdés volt. Bocsánat, nem volt hülye kérdés. Csendben is maradok. Akkor... Egyébként egyértelműen Bastonit gondolnám. Bastonit? Lucio helyett? Hát nem pont, nem Lucio helyett. Samuel helyett? Samuel. Mert ő neki csak a neve volt El Muro. Egyébként meg, hogyha maradunk Bastoninál, akkor szerintem Kivu helyett. Aha. Kivu helyett abszolút. Mert ha megnézitek, ahogyan az Inter játszik most, gyakorlatilag Bastoni már bal hátvéd, mivel Di Marco támadót játszik idén. Bastoni az én szememben idén nem közép hátvédet játszik, hanem egy bal hátvédet. Szerintem egyébként ez is egy probléma. És nem Bastoni miatt, hanem hogy Di Marco ennyire fel van tolva. Csak szerintem Eto helyett egy Di Marco, nem? Hogy pont ugyanaz a poszt. igen, Eto, ugye? A Barcelona ellen védő munkája. Az mindenkiben megmaradt egyébként. Yeah. Szerintem igen, a Bastoni kivúcsára adja. Lautarót nem tennéd be Milito helyett. Nem, Lautaróval hát. Nekem annyi problémám van, hogy neki minden évben van egy 2 hónapos rövid zárlata. Az annyira mondjuk nem is rövid. A köztes időszakban nyilván szórja a gólokat, de abban a másfél-két hónapban nagyjából úgy néz ki, mintha én játszanék a helyén. De Roland, és ki lenne az a 2010-es Interből, akit átraknál a mostaniba, hogy nyugodtabb legyél? Egyet mondhat. Én tudom, hogy ki. 2010-es Interből? Ha... Mondjam addig az enyémet? Én is mondom. Nyilván, baszki. Zanetti. Nem jutott eszembe. Nem jutott volna eszembe. Pedig egyébként kifejezetten jó szezonja volt neki a 2010-es, meg kihagyhatatlan láncem volt. Egyébként meg Cambiasso is jelölt lehetne. Szerintem ő elférne Hakan és Barella mellett. Bár akkor már Mkhitaryan esnek ki. Annyira nehéz ez így, mert és nem Mkhitaryan minősége miatt mondom, hanem a szerepkörök miatt. Annyira nehéz ezt tényleg így összerakni, mert más rendszerbe játhatta az a csapat és a mostani. Igen. Lehet tényleg hülye kérdés. Nem volt hülye kérdés. Szerintem a Bastoni kivú párhuzam, vagy csere az abszolút adja magát egyik oldalon. A másikon, nehéz a már visszafele megmondani. Nagyon nehéz. Zanetti Dünfried. Hát Kívúba majdnem belecsúszott az a BL győzelem, mert ott emlékszem, hogy ott Robben nagyon csúnyán csuklóztatta. Nagyon csúnyán. Ugye a döntő előtt az volt a dilemma, hogyha játszik Kivu, vagy hogyha csere Kivu, akkor Zanettit kell a bal oldalra tolni be a hátvédként, de akkor Zanetti nem lesz a középpályán, már pedig kellett Zanetti a középpályára, mert Motta eltiltott volt. És végül felmerült egyébként, hogy akkor játszon Stankovics, és akkor Zanetti mehet bal hátvédbe, de végül egyébként maradt az eredeti ötlet, hogy Kivu. Hát nem sült el jól, Robben bolondot csinált belőle, de egyébként ne felejtsük el, hogy Kivu februárban egy nagyon csúnya koponya sérülése volt egy Kievo elleni meccsen, viszonylag hamar visszatért belőle, de utána ő már soha nem tudott az a játékos lenni, aki előtte volt. Hmm. Szóval ezt láttuk is a döntőben, és szerintem ott hibázott talán a döntőben Mourinho, hogy túl sokat várt a cserével. Utána lehozta Kivút, és akkor talán pont ezt a Stankovic cserét húzta meg, erre már nem emlékszem. Onnantól kezdve már helyzete nem volt a Bayernnek, hogy Zanetti volt a bal hátvéd. Na hát látjátok, ennyi mindent lehet itt még felidézni erről a 14 évvel ezelőtti eseményről, úgyhogy már csak ezért is érdemes elolvasni a Grande Inter 2.0-át. Róli, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél. Én köszönöm szépen. És nektek pedig a figyelmet köszönjük. Jövő héten ismét jövünk. Sziasztok! Sziasztok!